A Palotaváros szívében található ligetben a héten a Városgondnokság közreműködésével pótolták a hintát, és a baleset veszélyes falapokat is kicserélték. Az ott élő családok által is kedvelt pihenő parkban azonban még több munka is időszerűvé vált. Nyilván ezt a ligetet karban kell tartani, fel kell újítani, és erre a Széna Egyesület önkéntesei fel is vették a kesztyűt, és ha körülnézünk, láthatjuk, hogy szorgosan dolgoznak, festenek és felújítják azokat az eszközöket, amik a sajnos a nem szakszerű, illetve nem rendeltetésszerű használat során tönkre mennek, illetve elkopnak. Az összefogás jegyében szombaton kora délután kicsik és nagyok együtt fáradoztak a környezet szebbé tételén. Persze nem csak ilyenkor telik meg a liget családokkal, hanem a hétköznapokban is kedvelt helye ez a palotavárosiaknak. Nagyon sok család szokott itt lenni a játszótéren, főleg délutánonként, nagyon sok pici gyerekkel, főleg a ilyen 1 és 5 év közötti gyerekekkel szoktak ide jönni. A nagyobb tesók azok meg inkább itt a környezetben bicikliznek, vagy fociznak. A szükséges festékek, ecsetek beszerzéséről gondoskodott a Széna, önkéntesekre azonban szükség volt, így az Egyesület a lakók segítségét kérte a festési munkák elvégzésében, valamint a környezet szebbé tételében. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy munka a városnak is rendben tartani ezeket a játszótereket, és hogy a gyerekeink olyan helyen játszanak, olyan környezetben legyenek, hogy tényleg biztonságban. Én azt gondolom, hogy ez a minimum, amit megtehetünk, hogy lejövünk, rendbe rakjuk egy kicsit, tisztán tartjuk. Egy biztos, a palotavárosiak kitettek magukért, hiszen szép számban érkeztek és szerepet vállaltak a liget megszépítésében.